Én szeretettel köszöntelek benneteket, hát elsősorban kedves művészeinket, Inkaányi, nagyon örülök, hogy végre új műsorvezetőnk van. Ugye már volt itt a Szabó Gábor, az Elkárpáti Péter, meg a Kánya Kata, de hogy most itt vagy közöttünk, nagyon köszönöm. És főleg, hogy Kamillát elhoztad nekünk, meg a fiadat, Zsoltot, úgyhogy nagyon örülünk neki, és szeretettel vagytok köszöntve. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy most aki beteg, az is egészséges lesz itt a társaságotokban, úgyhogy mindenki kapcsolom. Én nagyon jó kis zenemény. Nagyon. Ez a jó. És meditatív. Nagyon szépen köszönjük mi is, nem is tudom márként mondani, mint Szöszit a Besze nevén, hogy a Szöszinek a meghívás, és egyáltalán, hogy ő felvállalja ezt a nemes feladatot, hogy a kultúrát ide hozza a fonyódiaknak hosszú-hosszú évek óta, és hogy erre ő áldoz időt, energiát és minden egyebet. Azon gondolkodtam idefelé jövet, hogy én, aki nagyon sok több száz, vagy talán már több ezer is, sajnos a több évtized alatt rádió és televízió műsort készítettem, ugyankor mindig fel kell készülni. Én nem szeretek úgy soha egy műsorra elmenni, hogy ne készüljek fel a riportalanyaimból, és akár beszélgetek velük, akár tévéműsor, rádióműsor készítek. Ez volt az első olyan alkalom, amikor úgy gondoltam, hogy nekem nem kell felkészülnem. Azért nem kell felkészülnem, mert hosszú-hosszú évtizedek óta az egyik legjobb barátnőm, Dévai Nagy Kamilla, előadó művész, érdemes művész, akit fogadjunk sok szeretettel. Hát mellette pedig ott ő, az ő, majd ők elmondják, de mondhatom úgy is, hogy tanítványa, az én fiam, Siposhegyi Zsolt, 24 éves fiatal színművész, aki szintén kötődik ide, hiszen férjem Siposhegyi Péter drámaíró, aki 11 évvel ezelőtt hunyt el, neki itt volt kicsi gyerekkorától kezdve a nyaralója, és nekünk ugyanúgy színcsücske volt, és maradt Fonyód, mint régebben is, és ma is. Tehát szeretettel köszöntöm őket, a barátnőmet és a fiamat. Lehet, hogy ez éppen inkább megnehezíti egyébként a feladatot, mint egy idegennel beszélget az ember, mert akkor úgy felépíti, végiggondolja, hogy mi az, amit nem tud róla, mi az, amiből felkészül, mi az, amit szerettem megtudni. De olyankor, amikor két barát és családtag van itt, akkor nehezebb, de természetesen a közönséget és a tévénézőket pedig az érdekli, amit ugyan én lehet, hogy tudok, de ők viszont még nem. Elsősorban azt mondanám, hogy itt van a kezemben, akit az Isten meghagyott. Ez most. Szóval azt kell mondani, hogy tényleg csak pár hete jelent meg Dévai Nagy Kamilla életrajzi könyve. Tehát én úgy gondolom, hogy elsőként erről beszélgessünk, és meg is fogom kérni a Kamillát, hogy ha nem is a könyvből, de mindjárt így a legelején, amikor elmondja, hogy ez hogy született ez a könyv, miért született, mik azok a momentumok, amik feltétlenül kellett, hogy benne legyenek az életéből, a családjából, mi az, ami talán kimaradt, és majd a következő kötetben lesznek benne, és hogy utána pedig egy prózát, aztán majd később egy verset is osszon meg velünk itt a közönséggel és a tévénézőkkel. Parancsa! Én úgy gondolom, hogy először azért mégiscsak egy dallal kezdeni. Jó, jó. Hát az egy ilyen általános, hogy honnan is jöttem, ki is vagyok, mi vagyok, ez talán Szabó Lőrinc Szél hozott szél viszel című verse, amit ezer éve játszottam, de most eszembe jutott, hogy ennek a versnek is kellene egy kicsi reflektorfény, mert nagyon-nagyon sokat énekeltem annak idején, és úgy gondolom, hogy ez talán ide jön, hogy is kezdődött, szél hozott, szél visz el. Ott maradt, szírógattam.
szél hozott, szél visz el, minek kérjem, miért visz el? Mielőtt még bármit mondanék, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy ki mikor fog arra rájönni, hogy miről is szól ez az eleje. Ez bevezető helyett van, annyit is elmondok, hogy a könyvtől teljesen függetlenül írtam, majd elmondom, hogy mikor és milyen alkalomból, viszont kellene egy szemüveg. Bocsánat, ha valakinek van egy kettes szemüvege, akkor az nekem nagyon nagy segítség lenne. Hát nem tudom, hogy van kettese, de próbálja meg. Biztos jó lesz, nagyon szépen köszönöm, elnézést, de erre nem gondoltam, és a retikülöm az kint az autóban. Tökéletes. Tehát ez a meglepetés. Puha, finom lebegés, csendes csobogás, védő szeretet, nyugalom, szent béke. Nem gondolkodom, csak vagyok. Időszakonként valami simogatást érzek, amely áthatol egészen frissen dobogó szívemig. Nem gondolkodom, csak vagyok. Ringatózva, burokban védve, körbevesz a meleg puhaság. És néha valami egészen különleges dolog. Mert hallok valamit, ami semmihez sem fogható. Ha tudnám, mi az a szféra, talán azt hinném, az égi zene szól. Sejmes, finom, a buroknál is édesebben ölel. Nem moccanok, nehogy a csobogás elnyomja. Halk, szelíd, és közben megint érzem azt a csodálatos melegséget, amely kintről simogat. Most abba maradt. Még, ne hagyd abba! Ez gyönyörű! Rúgkapálom, követelőzöm, mert vissza szeretnék kerülni abba a puha dallamtakaróba. Nyugtató kés simul puha börtönöm falára, de a dallam nem kúszik a szövetek között. Újra rúgkapálok, mert meg se tudok fordulni. Beakad kezem, lábam, forog velem ez a sötétség. Ismeretlen erők kezdenek taszajtani, oda a varázs, fejem lehajtódik, lábam felhúzódik. Mi ez a furcsa erő? Hát miért kell ezt a furcsa tekergőzést művelnem? Milyen erők tolnak egyre lejjebb? Hát hé, ez miféle dolog? Minden porcikám összeszorul. Hú, na végre. Egy kis szünet. A minden itt, ennek felesem dréfa, már megint kezdődik. Hol a hang? Hol a béke? Miért nyom így előre ez a kimondhatatlan erő? Hékás, ez fáj! Ez a burok kezd gonoszszá válni. Hogy hagyhatod, te csodálatos védelem? Ki akarnak innen szakítani? De hisz ez az én helyem. Megint egy kis nyugalom. De ez már nem ugyanaz. Fejjel lefelé egy kürtőben veszegelek, mozdulni, hang, piha. Börtönömet nyomogatják. Hiányzott a hasam! Most máshogy nyomogatnak, de hát mi ez az egész? S már megint birtokba vett az erő. Kíméletlenül visz előre. Recsegés, ropogás, szakadás, ilyen lehet a földindulás. És már hallom újra a hangot is, de ettől csak még ijedtebb vagyok, mert csendes jajgatás. Sóhajtozás jut el hozzám. A védelem az. Istenem, ő is szenved. Mi ez az erő, amely kiszakít belőle? Nem akarom elhagyni, itt akarok maradni, hát nem törődik ezzel senki! És még erősebb taszítás. Fejem valami kemény folyosóban dekkol. Hol van már a csobogangás? Reszketek, mert az éltető, ringató víz is elkúszott. Mozdulni sem tudok, a vállam beszorult. Mi? Most fordulok, anélkül, hogy akarnám. Erősödnek a külvilág hangjai. Idegen, hideg, csengő, fémhangok, és jaj, a nyögés, a védelem nyögése.
mintha valami kaparná a szememet. Habakuk, az eddigi sötétség helyébe valami csípős fény szűrődik, de nem látok semmit, mert megragadott az erő, és nagy koppanással az idegen hidegbe érkezem. Ordítanék, de nem tudok. Szám tele van mindenféle maszattal, és most belenyúlnak, egészen a torkomig. Mi ez a rémes ízű és szagú szörnyedelem? Hova lett a biztonság? Össze-vissza fogdosnak idegen kezek, hol a védelem, hol a védelem? Végre követelőzve felüvöltök, hogy tegyenek oda-vissza, ahol eddig voltam. De ne! Ezek itt csak körülállnak, és úgy csinálnak, mintha örülni kéne. De én kétségbe vagyok esve, mert valami csorog rajtam. Dörgölnek, ez nem az a simogató ismerős kéz. Itt csak még jobban üvöltök. Hát erre nem még jobban örülnek? Csoda érti ezt az egészet, ez tragédia. Ők meg feltartanak a magasba, hogy a hány inger kínoz. Na végre! Itt az ismerős illat, itt a puhaság, itt az ismerős kéz. Na ez már más. Bár látni nem látom, csak érzem azt az egyenletes pumpát, amely mindig biztonságban tartott. Jaj, ez mi volt? Gyengébb cuppanás az arcomon. Pompás. Csak ne fájna úgy a tüdőm, hasít ez a fura belém áramló levegő, és fázom. Nagyon fázom. Végtelenül egyedül lettem. A védelem külön van tőlem. Rajta fekszem, de már kint. Egy szóval ez a világ. Nem igazán örülök neki. De ahogy látom, semmi hajlandóság, hogy ezek visszaengednének. Még azt a csőszerű madzagot is elvágták, amelyet oly gyakran kerülgettem az utóbbi időkben. Beleakadt kezem, lábam, de egyben voltunk. Most megnyugodtam, mert a pumpa egyenletesen működik. Valamibe belebugyoláltak, nem is fázom. Bár áztat valami. Valami, ami a védelem szeme felől csordogál, a szánkba is jutott, kicsit sós, hát de ez is ismerős. És ahogy fog, ez a kéz az övé, a védelemé, átölel. Mégiscsak szép ez a világ, és most elolvadok, mert ringat, és amit eddig csak tompán bentről hallottam, most a fülem mellett borzolja a koromfék tekintetét. Meleg lehellet mellől suhan a hang felém. A védelem énekel nekem. Gyönyörű. Valami tente baba, tente. Ezek szerint én úgy látszik baba vagyok. Ráadásul nagy fekete hajjal, mert ezt emlegetik a fehér ruhás idegenek nagy ovációval, hogy nézd, mekkora haja, mekkora szeme van, de szép! Úgy néz ki, itt csak ugyan örülnek nekem. Csendben vagyok, figyelek. No kis mama, most már édesanyja lett, mondják a védelemnek. Édesanyja. Jó szó, tetszik. Édes anya. Pontosan 3 kiló és 50 centi, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Lelkendeznek, miután leszedtek a védelemről, megmázsáztak, és most minden áron valamibe bele akarják tuszkolni a kezem. Még a fejemen is átdugták. Már sok. Megint üvöltök, de most már legalább tudom, hogy az édesanyám után. Hál' Istennek megértik, mert ahogy a macerával végeztek, újra oda helyeznek a finom, meleg, illatos pumpára. Ezzel kibékülök. Csak hogy újabb, nem várt akadályként megkordul a gyomrom. Eddig azt se tudtam, hogy ilyen van. De most űr támadt a pocakomban. Na ezt hogy oldjuk meg? Amint látom, sehogy. Mert csendes nyögések közt édesanyámat stoppolják.
Ezt onnan tudom, hogy az egyik lágyabb fehér azt mondta. Professzor úr, még kéne érzéstelenítő, mert láthatólag fáj az anyukának. Anyuka. Ez édesanyja másik neve. Én inkább anyunak fogom szólítani, mert az bizalmasabb. Mert én anyuval bizalmas viszonyban leszek. Azért tudom, mert már most a fele életemet odaadnám, hogy ne sóhajtozzon ilyen keservesen. Én már rendben vagyok neki, miért kell még tovább szenvednie? És még csak mellette sem maradhatok, mert sürgőn sem valahova, egészen máshova tolnak valami kerekes vacakon. Nincs édesanyja, se anyu, csak ezer torokból zengő hatalmas üvöltés. Nini, ezek ugyanolyan helyzetben vannak, mint én. Ezeknek szintén elkobozták az anyukáját. Hát, túlordítani nem tudom őket, ezért szepegve befogom a számat. Az az érzésem, szükségem lesz még a hangomra. Tehát ezt most visszaadom neked. Bocsánat, hogy egy kicsikét hosszabbra nyúlt, ezt is nagy köszönöm. Illetőleg lehet, hogy még a műsor végéig kellett. Biztos, amit biztos, nagyon szépen köszönöm, pompás volt a szemüveg is. Na most, erről annyit tudok mondani, hogy semmi köze a könyvhöz. Mert, hát én ugye nagymama vagyok, most már 5 unokám van, és akkor, amikor az első unokám született, akkor azt gondoltam, először is a gitáromat mindig a kismama menyemnek a pocakjához oda tettem, hogy hallgassa az a gyermek, születése előtt 9 hónappal már hallgassa a zenét, na olyan is lett egyébként, és mindig hozzátettem a pocakjához a gitárt, hogy a gyermeket várjam, és akkor, amikor megszületett, akkor, hogy mivel köszöntsem, mit csináljak? Hát leírtam, azt hittem, hogy az ő születését. Aztán menet közben úgy eltaláltam kanyarodni, hogy teljesen egyes szám első személyben lett, és eddig soha sehova nem tudtam betenni, megvan már ez évek óta, hiszen az unokám már 17 éves. De viszont... Amikor neki lódultam annak, hogy könyvet írjak, akkor azonnal ez volt, hogy ezt az elejére én beteszem. Mert hát tulajdonképpen én is átéltem ugye többször is, mert több gyermekem van. Két fiam, igen. Egy színművész és egy nagyon sikeres közgazdász fiú is. És ugye mondtad az 5 gyermeket, de Kamilla, az Isten áldja meg, meséld már el, hogy mi az a címe, hogy akit az Isten meghagyott. Tehát ilyen címmel azért nem gyakran írnak könyvet, és ennek azért van jelentősége. Tehát egy dolog az, ugye, hogy most megírtad itt azt, hogy születik meg egy kisbaba, vagy te, hogy születtél meg édesanyádban, és olvassák el, ajánlom mindenkinek, mert itt a szülőkről, nagyszülőkről, családról ugyanúgy van szó, mint a karrierjéről, ezzel, hogy évtizedekben folyamatosan, hiszen most volt a Nemzeti Színházban március 15-én a nagy koncert, úgyhogy nem is mondjuk el, hogy hányadik, de... Dehogy nem, nyugodtan. 52. éve énekelek színpadon, és ez viszont a 70 éves születésnapom alkalmából volt. Na, de hát akkor beszéljünk a könyvről, hogy is hagyott meg téged a Jóisten, hiszen azért volt sok megpróbáltatás, sok baleset, sok olyan tragédia is az életedben, amit te hál' Istennek mindent nagyon szépen túléltél, és most is ugyanolyan vehemenciával, energiával, előadó készséggel, mint egy prózai színész is, hiszen most láthatták, hogy nem csak mint énekes előadó művész, hanem mint prózai színész is ugyanúgy megállja a helyét, tehát hogy most is ugyanúgy élsz, és alkotsz, és írsz továbbra is, és te is tele vagy energiával és tervekkel. Na de hogy hagyott téged az Isten? Hát úgy, hogy többször tényleg olyan bajaim voltak, amiben illik belehalni. Nem mondom el részletesen, de mindjárt 11 éves koromban úgy kezdtem, hogy elgáncsoltak az iskolában, úgy vágódtam hanyat, hogy gerinctörés. 11 éves koromban. Ez is benne van, közben el lehet olvasni. Igen. Aztán utána 14 darab törés lett kezemen, ujjamon, bokámon, lábamon, térdemen. Ugyanis nagyon hirtelen 11 éves koromra kinőttem a magasságomat, és én ugye az a korosztály vagyok, akinél az édesanyja nem tudott úgy táplálkozni, hát
nem tejből, bajból és kolbászból volt a kerítés, úgyhogy anyukám evett, amit evett, úgyhogy én, nekem nem voltak erősek a csontjaim, benzeg most már. Lényeg az hozzá, hogy 14 éves koromig gipsz ágyban kellett feküdjek, és közben, de olyan volt, hogy csak bekopogtattam valahova, és akkor már két ujjamat fogtam, mert két ujjam akkor eltörött. Úgyhogy össze-vissza, törtem magam, összesen mondom, 14 éves koromig 15 darab törésem volt. Már ez is csoda önmagában, hogy ilyen össze-vissza törött kézzel én zongoráztam, meg gitározom, meg hát azért egy-két hangszert azért csak meg tudok szólaltatni, úgyhogy ez már csoda. A legnagyobb, aztán Erdélyben, mert ugye erdélyi származású vagyok, a Duna-deltában beleittam egy kútnak a vizébe, kolera. Hát kolerából ki a csuda tápászkodik ki? Megint szerintem az Úristen mind a két szemét kinyitotta, hogy mi ott valami nagy baj van. Úgyhogy hát ott is fél évig, utána mit fél évig, másfél évig egy hasnyálmirigy gyulladással kilódtam utána, tehát már ez megint önmagában olyan, hogy bőven elég lenne. De ezen kívül én nekem még annyi bajom volt, hogy érdemes elolvasni a könyvet. Autóba esett például. Hát ezt akarom mondani, hogy 1900... meg a gitárod. Igen. Összesen. 1996-ban pedig megkoronázván mindezt, azóta azért ilyet nem tudtam. Abban az évben születtél, Zsoltikám. Igen. Tehát 1996-ban nem én vezettem az autót, mert én nagyon szeretek vezetni, gyorsan is vezetek, de biztonságosan. És én nem okoztam még balesetet, viszont én nekem már sokszor nekem jöttek, úgyhogy autóbalesetem is volt már több is, de nem én okoztam. Itt is az volt, hogy ülök a saját autómba, az anyós ülésen, mert egy titkárnak lévendő fiatal ember mondta, hogy hát ha ott próbáljam ki, ugye akkor Opelom volt, és hát még az is csodának számított abban az időben. Na lényeg az hozzá, hogy elaludt 140 kilométeres sebességnél, és áttépfelgett az út túlfelére, ahol jött egy hatalmas nagy oldalkocsis, nem oldalkocsis, hanem ilyen utánfutós kamion, és én amikor, én semmit nem csináltam, csak mutyiban, mivel nem szoktam lezárni magamat az övvel, hát akárhogy így döcögtünk, akkor én addig-addig nyúlkáltam meg, nagy nehezen beletaláltam, tehát az övet bekötöttem, és tényleg megmentette az életemet, pedig azóta se szeretem bekötni. De megmentette az életemet, ugyanis amikor jött a kamion, én csak mondom, bekészítettem ezt az övet, és szépen így kitámasztottam a kezemet, lábamat, hogy itt ütközés jön, itt valamit meg kell próbálni. És amikor látom, hogy jön a kamion, de már itt van, hogy már felfele kell nézzek, mert annyira itt van az orrom előtt, akkor elordítottam magam, addig csendben voltam, mert szegény srác ordított, mert ő teljesen elveszítette az önuralmát a kocsi fölött is, és saját maga fölött is, úgyhogy üvöltött ő eleget, én azért befogtam a számat, mondom, én még ne is idegesítsem, de amikor láttam, hogy itt van már a kamion, akkor elordítottam magam, hogy balra! Csak hogy balra nem volt út, nem volt patka se semmi, hanem egy 7 méteres szakadék, és mivel mindez január 22-én volt, a Magyar Kultúra Napján, Hajdúszoboszlóról jöttem, és hát nagyon hideg volt, ilyen kövér vastag jég fette azt a szántóföldet, amire zuhantunk, úgyhogy még az oldalán, a kerekén, a tetején, a mindenhol forgott a kocsi, 120 métert és egy fenyőfában álltunk meg. Annyira összetörött a kocsi, hogy azt se lehetett tudni, hogy milyen, és engem lángvágóval szedtek ki, és nyaktól lefele lebénultam, és egy hónapig csak meghalni akartam, hogy mindenkinek csak terhére vagyok, most pelenkázni kell, etetni kell, semmit nem tudok csinálni. Ez az egy kezem mozgott. Ezt az orvosok se tudták megmagyarázni, nyaktól lefele bénakoltam, ez az egy kezem mozgott. Egy hónap múlva derült ki, ez még nincsen benne a könyvben, hogy a gitárom, aki a hátsó ülésem volt, puhatokban, és velünk együtt forgott. Hát miszlik be kellett volna törjön, mert ugye hát azért szól, és azért olyan érzékeny, mert annyira védtelen. És
hosszan mondhatnám, de inkább csak mondom, hogy az az igazi csoda történt meg, hogy ez a gitár két napig ott dekkolt az autóroncsban, a mínusz 20-valahány fokos hidegben. Most ezt te nagyon fogod érteni, hogy akkor a szanatóriumban, ahova pedig utánam hozták, fél évig tanultam járni, beszélni, itt az ujjam leszakadt, meg hasonló dolgok, itt hordom a Jóisten ujjanyomát a homlokomon, ez így az ablakot elválasztó vas nyavaja, ez így szépen kivágott egy darabot a fejemből, a csontból is, meg az agyvelőből is, úgyhogy az autóra rá volt fagyva agyvelő darabka, meg vérdarabkák, mint a cseppek, mint a csekkőbarabnál. Úgyhogy szóval egyszerűen akkora iszonyat volt, hogy ebből nem akartam megmaradni, csak akkor, amikor kiderült, hogy nem csak, hogy éppen megmaradt, hanem most jön a csoda. 50 fok hőmérséklet különbség, a mínusz 25 és a plusz 25. Én nagyon nem vagyok jó matematikából, se fizikából de sem, akkor is de azt tudom, hogy 50 fok hőmérséklettel le kellett volna pattogzani a húroknak, és teljesen tönkre, össze-vissza kellett volna repedezzen. Ahelyett ott volt egy karcolás nélkül, és most jön a legfontosabb. Nem volt elhangolódva. Ez akkora, hogy még most is tiszta-tiszta libabőr vagyok. Ugye ez a három ujjam volt így beszakadva, és ezek be voltak kötve, ezzel a két ujjammal írtam össze, amikor már magamhoz tértem, mert 10 napig amnéziás voltam, nem tudtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, nem ismertem meg a saját gyerekeimet se. És elmondom még azt is, hogy a nagyobbik gyerekemet azzal busítottam, amikor jött szegény, amúgy is ilyen teljesen összeroskadva, hogy édesfiam, ha igazán szeretsz, akkor hozol nekem mérget. Mert én így nem akarok élni, én mindenkinek csak terhére lennék. És akkor el lehet képzelni, mekkora erő volt, amikor a gitárom jelezte, hogy én meg vagyok, na és te? És erre feltettem a nagyon bunkó, bekötött kezemet, és azt mondtam, hogy igen, uram, értettem. Ő megmaradt, akkor én nekem is meg kell maradni. Ez jel. Ez valóságos, igazi csoda. Olyan, amilyen a Bibliában, mert ezt én most megéltem. Én tudom azt, hogy 50 fok hőmérséklet különbséggel nem marad meg egy hangszer. Ez nekem egy üzenet. Hogy négy te marhája, szedd össze magad, ne add fel. És akkor hálából, meg a halál élményből magamhoz térve egy 87 oldalas verseskötetet írtam össze, és utána pedig még ennyit mondok el, hogy elkezdtem nézni a béna lábamnak a nagyujját. És néztem, és azt hitték szegény Ica nővér, aki 60-ból, egy 60-i származású, és 15 évvel később odajött hozzám, és azt mondja, hogy hát tudom, Kamilla kedves, hogy nem ismer meg, de én voltam akkor szolgálatban, amikor magát behozták. És tudja, mi azt hittük, hogy maga megbolondult. Tőle tudtam meg, mert én akkor még nem voltam józan eszemnél, hogy néztem a lábujjamat, és azt mondtam, hogy meg fog mozdulni, és ezt a nap 24 órájában mondtam. Mert annyira teletöltöttem energiával, hittel, reménnyel, és egyszer csak megmozdult. És akkor meg azt mondtam, hogy helye, húja, ha ez megmozdult, ez is meg fog mozdulni. És azóta már fél lábamon, bármin tudok, mert nem az orvosok gyógyítottak meg, hanem ez a csoda. Meg ez adott nekem erőt, ez adott nekem lendületet, és ezért tudom csinálni még ma is. Hát itt a Feng Shui galériában ez aztán mindenki megérti. Mert a pozitív gondolkodás és a hit saját magunkban az borzasztóan fontos, és betegségekből is. Láttuk, ugye, itt most élő példában a Kamilla, de bárkinek, aki így tud a társaságban nézni a műsort.
Hoppá. Tehát bárkinek ez egy tanulságú szolgálat, hogy bizony, ha valamit nagyon akarunk, azt meg tudjuk, mindenképpen meg tudjuk valósítani. A Zsoltika, majd te is az, hogy te színművész lettél, te elkezdtél a zenével, az előadó művészettel foglalkozni, ezt Kamilának is köszönheted. Hát főként neki köszönhet. Igen, és szeretném, hogy mielőtt ezt itt elmondod a kettőtök viszonyát, meg az, hogy mi mindennel foglalkozol, ahogy a Kamila bevezetőként elénekelt egy dalt, én nagyon szeretném, hogy abból a rengeteg, több száz versből, amit te tudsz, és 13 éves korodtól, ebből élt a gyerek egyébként. Meg kell mondanom, hogy hetedikesként azt mondta, hogy ezt kéne, azt kéne, amaz kéne, mondtam, hogy hát erre most éppen nincsen lehetőségünk. Mondom, de összeállítunk neked egy irodalmi estet, és csinálsz egy rendhagyó irodalomórát, mivel járod az iskolákat, és kapsz pár ezer forintot, akkor meg lesz az a cipő, az a póló, az a... Az a igen, gitár, elsősorban, igen, a gitár. Tehát ő már akkor 13 és fél évesen meg összeállította és előadta az első tálóestét. Tehát mondom, több száz vers volt, de ezek közül talán azt, amivel felvételiztél, és amit nagyon-nagyon szeretsz, és mint költőt is, és mint verset is, és a tanulságot is, ami benne van, én megkérem, hogy Ady Endrének azt a verset add elő. Ady Endre, az élet. Az élet a zsibárusok világa. Egy hangos vásár, melynek vége nincs. Nincs semmi tán, melynek ne volna ára. Megvehető akármi ritka kincs. Nincs oly érzés, amelyből nem csinálnak kufár lélekkel hasznot, üzletet. Itt alkusznak, amott már áll a vásár. A jelszó mindig eladok, s veszek. Raktára hordják mindenik portékát. Eladó minden, hogyha van vevő. Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság, eszmény, hit, rajongás és szerető. Aki bolond, holmiát olcsón adja. Az okos mindig többet nyer vele. A jelszó, egymást túl kell licitálni. Ádáz versennyel egymást ver vele. A szív az üzlet leghitványabb tárgya. És eladják mégis minden szent hevét. Akad vevőre, egymás licitálja, hogy a holmit atomként szedje szét. Folyik a vásár harsogó zsivajban, az egyik kínál, a másik pedig veszem. Csak néhol egy-egy végképpen kiárult, kifosztott lélek zokog csendesen. Egy-két bolond jár ki a nagy tömegben. Bolondok bizton, balgák, szerfelett. Eddig az ő példájukat követtem. Ezután én is másképpen teszek. Lelkem, szívem, kitárom a piacra. Túladok én is minden kincsemen. De nincs erőm így nyomorúttá válni. Ó, nincs erőm. Én, édes Isten. Hát igen, azt hiszem, hogy ezek a gondolatok örök érvényűek. És akkor beszéljünk arról, hogy honnan ered a ti kapcsolatotok. Hát a mi kapcsolatunk honnan ered, hogy születésed előtt óta már ez ered. Igen. Én nagyon-nagyon szerettem kiskoromban is a zenét, viszont borzasztóan botfülű voltam mindig is, és nem is mertem nagyon igazából belekezdeni semmibe, ami zenével foglalkozóval. Viszont a Kamilla volt egyedül, akihez elmertem menni először, és utána pedig nagyon nagy türelemmel és óriásen szeretettel és nagyon jó módszerekkel várt engem. És neki köszönhetem igazából azt, hogy zenész lehettem, zenész lettem. Nehéz volt, de valami őszintén három gitár tört össze addig, amíg sikerült megoldani azt, hogy én megtanulok rajta játszani. Ez nem az ő hibája volt, ez csak is az enyém. De tényleg mindent, ami a zenével kapcsolatos, azt szerencsére csak Kamilának köszönhetem, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok.
De azért ez a zene szeretet, ez folytatódott, tehát attól függetlenül, hogy te színművész lettél. Most ugyan megszűnt a társulatuk a, pont a pandémia miatt, Covid miatt, ő a Fóti Muharai Társulatnak volt a tagja, és egy évet játszott ugye végzés után, és 9 darabban, műzikertől, mesejátékban át, vígjátéktől, drámáig, hál' Istennek sok mindenben. De hát reménykedjünk benne, hogy ez a Szurdi Miklós féle társulat, ez tovább folytatódik, ebből úgy néz ki, hogy Érden. De hát van másik lehetőség is, amiben hívták már, és kapott egy történelmi darabban, és Posgai Zsolt darabjában, ahol Bátori Zsigmondot kell alakítani egy szerepet, csak hát induljon már be a színházi idény. Igen, a Jégmamát vallották. Ez így van, a Jégmama így menedzseri a fiát, vagy így promózza, így mutatja be. De hát, hogy a zenéhez való kapcsolat, arról egy kicsit beszélni, mert a színház az olyan, hogy majd, ha tudják megnézni, és ha majd lesz a színházakban, akkor szeretettel látjuk persze, ugyanúgy, mint a Kamilának a koncertjeire, és a tanítványainak a koncertjeire, és az itteni közönséget, és a kedves tévénézőket. Na de az, hogy neked a zenéhez való kapcsolatod nem állt meg ezen a szinten, hogy azt mondtad, hogy na most megtanultam valamit Kamilánál zenélni, hanem utána elkezdtél zenét szerezni, önálló kis zenekarokat alapítottatok, és hát most is van egy önálló saját zenekarotok és saját zenei stílusod. Bizonyára most a karantén alatt alapítottunk egy zenekart, az a neve, hogy Yevo, Y-E-W-O. Mondd már el, hogy mit kell képezni. Ez Isten igazából a szarajevói merényletből adódóan találtuk ki ezt a nevet. Fogalmas. Csak nem szerettük volna azt, hogy benne legyen a zenekar névbe az, hogy szar és Yevo. Mert ez a két szó valahogy nem passzol egymáshoz. És nekünk nagyon, én nagyon hálás vagyok annak, hogy maga a karantén nagyon-nagyon jó, hát hogy is mondjam, inspiráló közeg volt, igen, mert nekünk nem volt egyáltalán olyan pillanat, amikor azt éreztük volna, hogy na most muszáj kimozdulni, vagy nem csinálunk semmit, vagy nem történik semmi, hanem nekünk tényleg mi szerencsére meg tudtunk írni egy-két nagy albumos zenei albumot, úgyhogy ezt most fel is vettük, szépen lassan adagoljuk ki, és már Los Angelesbe jutott az egyik dalunk, és már jelenleg többen hallgatnak Los Angelesben minket, mi Magyarországon, ami ez sajnos nem annyira jó, de örülök neki, hogy legalább odáig eljutottunk már. Milyen típusú zene? Hát nehéz bekategorizálni, progresszív surf rocknak becézzük mi, de közben még igazából ez aki nem nagyon belebújva ért zenéhez, azon nem mond ez semmit. Yes, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, ők voltak nekünk ilyen motiváció. Angolul írták, de most már van magyar szám. Van egy magyar dolog is, igen. Hát meg kell hallgatni, rajta vannak a YouTube-on ezek a számok, tehát ott meg lehet keresni őket a jelből. Kamilám, ugye mondtam azt, hogy koncertek, hogy fellépések, hogy tanítványok. Hát neked legalább annyira fontos saját karriered, mint akár ugyanúgy a kis Sipos Egyi Zsolt tanítása, de most is a mai napig is rendületlenül tanítasz. Mi az a te számodra, tehát mivel töltel, miért fontos neked, miért jó az, hogy, hát persze, hogy mindenkinek jó az, hogy már világban, körbe mindenhol vannak a tanítványai, és büszkén hirdetik azt, hogy ők Dél vagy Nagy Kamilától tanultak, de hogy most is ez téged még mivel, mit tud még újabban lelkesíteni azáltal, hogy tanítasz? Hát mindig az illető növendékek adnak, tehát az alapanyag, az új anyag, aki érkezik. Közel 400 diákom, sőt most már több mint 400 diákom volt. A baleset után kezdtem el tanítani. Egész életemben tanár szerettem volna lenni, de előbb jött a siker, előbb jött ugye a Gyilika Rózsa, meg a Röpőpába, utána a népszerűség, tehát ha tetszik, ha nem, én a színpadon kötöttem ki, és csak sóvárogtam a katedra után, a könyvemben jól le is írom, hogy mekkora katasztrófa volt, amikor 20 pontot kaptam a zeneakadémiai felvételire, ahol 18 pont volt a felvételi arány. Tehát onnantól kezdve vettek fel senkit. Sőt, és utána csak a énekes is lehetett volna, ezt most megsukom, de ezt majd olvassák el a könyvből. Az volt nagyon érdekes, hogy
hogy utánam csak a Kocsis Zoltánnak volt 20 pontja. Úgyhogy azért az nagyon nagy dolog volt, hogy teljesen hibapont nélkül, és mégse vettek fel. Úgyhogy én akkor majdnem öngyilkos lettem, a Szabadság hídra fel is másztam, és Dévai Györgynek kellett engem onnét leudvarolni, mert én azt mondtam, hogy nincs értelme az életnek, hát 20 pontnál többet nem is lehet elérni, és ha ezzel nem veszek fel, Szőnyi Erzsébet volt személyesen, aki nem vett fel a következő szöveggel. Drága Kamilla, most már nem tudom, hogy Anikónak vagy Kamillának hívjam el, mert ugye én voltam Nagy Kamilla Anikó. Dévai a kedves fér. Dévai Györgynél lettem, és akkor ezt valahogy rendbe kellett tenni, mert az rendőr elkapott, mutassa a személyét, mutassa a jövőt. Egyikben Dévai Györgyné volt, másikban Nagy Anikó, a harmadikban Nagy Kamilla Anikó, a negyedikben Dévai Né Nagy Kamilla, szóval lényeg az hozzá, hogy rendet kellett rakni az irataim között, és akkor a belügyminisztérium 5000 forintért, ami az rettenetes nagy pénz volt akkor, 5000 forintért egy teljesen új neve, névként a Dévai Nagy Kamillát állították be, úgyhogy így, de én bejártam a világot, mert tulajdonképpen tényleg a sorsom erre predesztinált, hogy ahol Dél-Afrikától kezdve Észak-Amerikán át, és Ausztrálián át, és Új-Zélandon énekeltem, mindenütt, ahol magyar volt, szájról szájra adtak, nekem soha az életemben menedzserem nem volt, viszont tisztességgel mentem, és soha nem azt néztem, hogy na, kapok pénzt, nem kapok pénzt, hanem az volt, hogy hívnak, jaj, de jó, jövök! És ez mit mondott a Szőnyi Erzsébet? Na és akkor ezt akarom mondani, hogy tehát ez hogy itt ül egy moderátor. És a Szőnyi Erzsébet akkor 18 évesen ott a felvételikor azt mondta, hogy hát most én Anikónak vagy Kamillának hívjalak, mert amikor felvételiztem, akkor még Anikó, de közben volt a Nyílika Rózsa, ahol átkamilláztak. Úgyhogy aki gyerekkorom óta ismert, annak mindig Anikó maradtam, attól nem viselem el, hogy kamillázom, aki pedig Kamillaként ismert meg, az ne akarjon anikózni, mert az megint idegen. Úgyhogy borzasztóan pontosan tudom mindig, ha valaki telefonál, hogy Anikót mond, vagy Kamillát, hogy körülbelül akkor 18 éves korom előtt ismerem, vagy pedig felnőtt koromban. Na, tehát Szőnyi Erzsébet azt mondta, hogy tehát kedves Kamilla, akkor most már így hívom, maga nagyon szép, maga sudár, fiatal, gyönyörű hangja van. Nem is értem, hogy ezzel a hanggal miért nem az opera tanszakra megy. Maga mindent elért, mindent megvalósított, de maga soha nem fog odaállni egy katedra mögé tanítani, mert maga egy valóságos színpadi jelenség, és magának ez az útja. Ne vegye el a helyet azok elől, akik csak tanítani tudnának. Na ezek után mentem én majdnem a Dunának, mert én tényleg tanítani szerettem volna, és 20 körömmel kapálóztam, hogy én énekes, én nem. Az otthoni erdélyi neveltetés következtében az, hogy valaki énekes, az nálunk olyan kékharisnya volt, és olyan kissé bizonytalan. Úgyhogy én nem akartam énekes lenni, de végül is az lettem. És meg tudtam valósítani, hogy mégis tisztességgel az ember csak a hangjával előre tud menni. És tényleg megadta a sors, hogy bejártam mind az ötföldrészt, magyaroknak énekeltem általában, de mindig voltak külföldiek is, és mindig azok lögtek rajtam egyet. Például a Guinness világrekordok könyvébe úgy kerültem be, hogy 30, a John... 34. 34 nyelven énekel. 34 nyelven. Hogy a John Baez impresszáriója hallott, én azt sem tudtam, hogy ő akkor ki, ő csak ott volt a társaságban, oda hívták, hogy van itt egy ilyen gitáros énekes, ez a magyarországi John Baez, és ettől oda jött és meghallgatott, én meg amikor megtudtam, hogy ki ez, mi ez, felhorgott bennem a magyar büszkeség, hogy na azt is kell látni, hogy nem csak a John Baez tud spanyolul, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan nyelveken énekelni, hanem én is. Na és ettől teljesen kikészült, és aztán azt mondta, hogy mondja, maga hány nyelven énekel? Na akkor 29-en énekeltem, úgyhogy mondom neki, hogy 29. Azt mondja, hogy
És van még a világban valaki, aki ennyi nyelven énekel? Mondom, fogalmam sincs, nem tudom. Hát, azt majd mi kiderítjük. Mondtam, gondoltam, persze, esze ágában sincs azzal törődni, hogy egy magyar énekesnő mit csinál, vagy mit se csinál. És lényeg az hozzá, hogy, hogy el is könyveltem magamba, hogy ez udvariasság, úgyse lesz ebből semmi. Na, eltelik fél év, kapok egy ekkora árkus nagy papírost, amerikai tájékoztatási hivataltól, és ott ez a szöveg várt engem, hogy örömmel tudatjuk önnel, hogy megvizsgáltuk, végig vizsgáltuk a világ énekeseit, senki hivatásos énekes nem énekel ennyi nyelven, jöjjön ki New Yorkba, tartson egy előadást, ha ezt bebizonyítja, hogy maga ennyi nyelven énekel, bekerül a Guinness világrekordok könyvébe. És akkor aztán ott New Yorkba összehívtak egy, akkor 29 házaspárt, akik mind annak a nyelvnek a szülöttei voltak, és azok, ha rábólintottak, hogy értik, minden szót értenek, akkor, énekelhettem tovább a többit. Úgyhogy így, kerültem be, egy hatalmas nagy fényképpel, 1995-ben a Guinness világrekordok könyvébe, és ami a legédesebb, hogy ma sincs még, aki lekörözött volna. Úgyhogy még száz diákhoz, hát mindegyikre most nincs idő, hogy mindegyikre büszkén elmesélt, hogy kit, honnan, miként ismertél meg, és neveltél föl, és lettek a te követőid országhatáron belül és országhatáron túl, mert ez is nagyon fontos, hogy Kamillának ugyanúgy van Amerikából, és nem csak mint Guinness rekordja, hanem tanítványa, mint Felvidékről vagy Délvidékről. Tehát, hogy ez a tanítás, ez most a mai napság és a te életedben milyen szerepet tölt be? Hát az én szerintem az talán mondhatom, hogy Így hintázom a mérleggel. Amikor tanítok, azt érzem, hogy ennél szebb és érdekesebb dolog nincs. Amikor közönség előtt vagyok, akkor meg azt mondom, hogy hát igen, tanítok, de az mégiscsak az emberek előtt azért mégiscsak az a jobb. Tehát nagyon egy szinten van a kettő. Én úgy szeretek tanítani, nem az a típusú tanár vagyok, aki azt mondja, na, akkor kérem ide a házi feladatot, hogy van ott, hanem én drukkolok, hogy jó van, sikerült, le tudtad fogni, van hólyag az ujjadon, nincs, óriási. És én drukker vagyok, és ezt meg is érzik, de ugyanakkor viszont szigorú is vagyok. Mert egy idő múltán megkövetelem, egy ideig, addig, amíg úgy beleszoknak a világomba, addig teljesen, hogy hú, mutasd ide, igen, éppen csak az nem, hogy puszít rám, mert fáj az ujjam. Szóval tényleg, és messze családias a diákjaimmal a kapcsolat, szóval tényleg fantasztikusak. Néhány nevet mondjuk. Hát az egész Misztrál együttes, ők az első, második és harmadik osztályomban voltak. Az első volt a Tamás, a Tóbisz Tamás, ő Felvidékről. Ott volt egy Ki mit tud, és onnét szedtem őt is, meg a testvérét is, őket hívtam az iskolába. Akkor a második osztályban megérkezett a Török Máté, aki egy gödöllői tehetségkutatón csapódott hozzánk, és azt mondta, hogy úgy szeretnék, új, de szeretnék én is ide járni. Mondom, hát gyere! És a harmadik évben érkezett Mika, a Heitzinger Miklós, és hát fantasztikus volt, összeraktam őket egy vizsgára. És adtam nekik házi feladatot, például a Királyfi három bálatát én adtam a kezükbe. Igen, én adtam a kezükbe, hogy ezt zenésítsétek meg, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon jó lesz. De mondhatnám Szakács Ildikót, aki talán ő opera körökben nagyon ismert, komoly zenei körökben. Ő az Operaházban már éjkirályét énekel, de Kárpátaljáról Csobolya József van, aki szintén az Operaház tenor szólamában az énekkarban van, de már kisebb saját szerepei is vannak. Akkor van a György Rózsa Sándor, aki annak idején, amikor bemutatták a Tollit, minden busznak a hátulján ott volt a képe, így mentem, hogy ő Gyergyó Remetéről érkezett, és azóta Jézus Krisztus szupersztárt és ilyen volumenű főszerepeket játszik. De az Operett Színházban is vannak hárman,
akkor a Madách Színházban vannak ketten, akkor a Kurkó Józsi, aki egyre nagyobb névre teszett, ő pedig a Turay Éda Színházban Nagy Ferót alakítja most éppen. Tehát nagyon sokan vannak. De vannak Brazíliában, ahol most már az ötödik lemezét készíti az egyik leányzó. Akkor van egy olyan amerikai növendékem, aki úgy jött az iskolába, hogy Hi, I'm Bolton Heaters. Mondom, micsoda? Azt mondja, azt se tudta normálisan kimondani, hogy hites Bolton. Hát egy ilyen gyönyörű nevet nem lehet. I'm Bolton Heaters. Hát az hát ki? Úgy megtanult magyarul, hogy lemezen énekel, és majdnem akcentus nélkül. Úgyhogy az volt a fantasztikus ebben az iskolában, hogy egymás mellett egy felvidéki, egy erdélyi, egy kárpátaljai, egy nyugati, és szimatról megérezték egymást, és tanultak egymástól. És nagyon-nagyon-nagyon messze ez az iskola nem csak a zenéről szól, hanem egyáltalán magáról az életről, ugyanis semmiféle fajta állami támogatást nem kaptunk, és hát akkor én mentem velük például kenyeret lopni. Békás megyeren volt egy piac, ahol ott volt a kerítés mellett, az a maradék kenyér, amit nem adtak el. És akkor mi éhesen, de csorgó nyállal álltunk, és így először csak úgy ketten-hárman, végül öten, tizen, ott álltunk, és így néztük csorgó nyállal a kenyereket, és azt mondtam, hát ezt így nem lehet, na hozzatok egy esernyőt. És onnantól kezdve kipiszkáltam a kenyeret, de azt is mondtam, hogy gyerekeim, itt vagyok, tehát hogyha fülön fognak bárkit is, én vagyok. Tehát az én felügyeletem mellett lopjuk a kenyeret, de hogy nehez legyen, azért lekaptam a 10 kör mérőről másnap a péket. És szaladtam, mert egy ilyen hófehér mercibe ült, és én olyan lobogó hajjal, akkor még meg volt a hosszú hajam, és olyan lobogó hajjal, pék úr, így kiabáltam a Mercedes után, és egyszer csak mutogatnak neki, hogy valaki nagyon szalad utána, és megállt, és azt, hogy mi van? Mert én rólam ömlött a víz, és a hajam így össze-vissza, és mondtam, jaj, jó napot kívánok, Dévai Nagy Kamilla vagyok, azt mondja, azt bárki mondhatja. Mondom, de most énekeljek magának valamit, de ez van, itt van az iskolám, és éhesek vagyunk, és amiket nem adnak el, nem akarnák nekünk adni. Na lényeg az hozzá, hogy meg aztán, amikor jöttek a szereplések, megint nem a pénz, hanem hívtak Kárpátaljára. Hát én ott még azt se kérhettem, hogy tömjék meg az autót benzinnel, mert még arra sincs pénz. Mi volt? Azt mondtam, hogy miük van. Van egy zsák krumpliuk. Azt mondták, van. Kérem a pityókát. Másik helységben megint mentünk elvadni. Van maguknál hagyma? Kérünk egy zsák hagymát. És így akkor enni is tudtunk, meg volt a feltétele, hogy élni tudjunk, mert én együtt éheztem a diákjaimmal. Mert nem volt mit csinálni, baleset után úgy elfeledkeztek rólam, biztos önök közül is vannak olyanok, akik emlékeznek rá, hogy hetente háromszor, négyszer voltam a magyar televízióban, és akkor még nem volt ennyiféle televízió, tehát ki se jöttem a stúdióból, meg saját rádióműsorunk volt az Ágival ketten, a Tavaszi Széltől, Deres Mára Határ című. És amikor ült a baleset, akkor nyisz, nekem keresztül vágódott az életem. Ettől lehetnék szomorú is, hogy hát derékba tört a pályám, de nem tört derékba, mert onnantól kezdve taníthattam. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy na most megmutatom a Szőnyi Erzsébetnek, hogy én bizony ennyi sok siker után is ezt csinálom a legszívesebben. Kamilán, és csinálom ma is. Én arra kérlek téged, hogy keresd meg azt az öregedéssel kapcsolatos írásodat, és addig, amíg megtaláltak, addig elmondom, hogy említette, hogy volt közös rádióműsorunk, de hát a 90-es évek elején mi például együtt léptünk fel Amerikában. 17 városban szerepeltünk, és a Ments meg Uram című estel, amit Budapesten mutattunk be a Korona pódiumon Mikes Lilánál, ez egy önálló es volt, ahol Kamilla énekelt, én verseket mondtam, prózákat mondtam, és együtt is énekeltünk, én is merészkedtem, persze csak így a háttérben cincogva, de úgy együtt közös produkciók is voltak, direkt nekünk
egy híres iparművész csináltatott ruhát, és volt egy háttér, gyönyörű szép festett Krisztus fejünk, amit vittünk magunkkal mindenhova, és ott is bizony Amerikában is repülőre, kocsiból kocsiba, vonatról vonatra, buszról buszra szálltunk. Drága férjem, Sipos Egyi Péter drámaíró, akkor először az életében, először és utoljára ilyen háttérember maradt, aki inkább csak így segített cipekedni nekünk, meg hozta a bőrödöket, meg tartotta bennünk a lelket, főleg bennem, mert én nagyon nehezen viseltem ezeket az örök turbulenciás repülőutakat, és hogy leszálltunk, átmentünk, mit tudom én, New Yorkból, Szaraszótába, és a mínusz nem tudom hány fokból a plusz 30-ba, este már föl kellett lépni, szóval ez, én annyira nem voltam hozzászok, amit Pamela, aki már előtte is bejárt a világot, és már előtte is nem tudom hányszor járt Amerikában, meg azután is. 32-szer. Hogy nekem ez nem volt annyira könnyű, de egy örök élmény maradt. Az biztos, hogy örök élmény maradt. Rengeteg magyarral találkozunk, nagyon sok szép dolog volt, és Los Angelesben akkor az Aslóránnál például, és jártuk ott ugye a Disneylandet, és templomokban léptünk fel, és kint élő híres magyar színművésznővel ugyanúgy találkoztunk, mint az ottani püspökkel, és politikai személyiségekkel ugyanúgy, mint akik ott sírtak a válunkon, hogy 56-os magyarok és kimentek, és hogy, hogy mikor jöhetnek újra vissza, meg azért mégis az itthon, és ez a haza. Tehát rengeteg ilyen élményünk volt. Na de akkor most hallgassuk meg azt az írást, amit én most kértem az előbb Kamilától. Igen, hát ez se a könyvhöz készült, és inkább verseket írtam, de egyszer csak belenéztem a tükörbe, és most azt hiszem, hogy elég érdekes dolog fog következni. Szinte érzem, ahogy a szervezetem másodpercenként idősödik. A csontok légiesebbek lesznek, szitásabbá válik a szerkezetük, a gerinc meghajlik, a csigolyák már nem úgy illeszkednek, mint akár pár évvel ezelőtt. Egymásba csúsznak, meszesednek. A hajam megritkult, vékonyodik, és a hőhullámuk miatt hamar zsírosodik. Ha megmosom, még van, aki irigylésre méltónak találja a hajkoronámat, de én már tudom, hogy ez múló diadal. Az őszülés folyamata is a vége felé tart. A festés alatt ugyan nem látom, inkább érzem a fehéredés százalékos növekedését. Valószínűleg hófehér az egész. Ezüst hajú anyóka vagyok. Az izmok lazulnak, az inak megereszkednek, a hús megpuhul, a bőr sem tart már úgy össze, a zsírpárnák növekszenek, a kéz eresedik. Érdekes, a kezemen hamarébb látszott az idő rombolása. No persze, amennyit dolgoztam vele, állandóan több férfi ember munkájára fogtam őket. Persze, hogy úgy ütnek vissza, ahogy tudnak. Viszont a lábam tértről lefelé irigylésre méltóan megmaradt ifjúnak. Sok 20 éves kapaszkodhatna a bokám, lábfejem láttán, a boltozata is szilárd, homorú, nyoma sincs a lúgtapnak. Formásak, karcsúak az ujjacskák, kecses az egész. Egyetlen bütyök sem találtatott soha rajta, de még a pici bőrkeményedéstől is megkímélt a sors. Az persze senkire nem tartozik, hogy nem érzem a neuropátia miatt, hogy mennyi szenvedést okoz a cukor támadása. Az alsó lábszárom is formás, nincsenek rajta kidudorodások, viszér, ami már jogos lehetne. Ezen a területen szerencsésnek mondhatom magamat. A háj viszont egyenletesen körülvesz, vastagszik. A legkínosabban a derekam körforgatának ormódlan növekedése érint. Nem tudom megemészteni, hogy hordó formát vettem fel én is. Hínya, micsoda derekam volt mindig. Pedig nem eszem nyakló nélkül, hisz nem is esik jól egyedül az étkezés. Inkább csak kötelességből gyűröm le a falatokat. Nem vagyok elviselhetetlenül kövér, csak megkerekedtem. Nem is tudnék már számottevően fogyni, mert akkor meg olyan lennék, mint a kis vizslakölykök. Na, nem olyan aranyos, csak olyan gyűrött. Több számmal méretesebb lenne a bőröm. A kebelem régen se igen fér bele egy tenyérbe.
Ha meg akarná markolni valaki, mindkét kezére szükség lenne. Négykezű pasas nincs, így maradnak gazdátlanok. De? A papsim sem hegyke már, kissé meglottyant, megereszkedett. Régen bele se lehetett csípni, haj, hogy ringott. Kopogtak rajta a kibuvat férfi szemek. Egy jó feszes gatyusz még segített, de ha levettem, oda a stretch okozta ropogós tartás. Egyáltalán az ügyes öltözék véd és eltakar. Régen volt nyerő a fürdőruha, most vadul húzok be a házba a Balatonon, ha véletlenül valaki munka közben fél pucéron kapna. Ej! Mikor a váratlanul érkező postás 20 éve a fű locsolásakor majdnem rám támadt, pedig már akkor is a negyedik X-et tapostam. Az arcom viszonylag jó állapotban maradt, persze jótékony a fél homály, vagy az ügyes megvilágítás, de a szemem az huncut maradt, és a szám ingerlően dús, a fogaim szép szabályosak, a ráncaimat meg kifejezetten szeretem. A szemem körüliek őrzik a sok kacagás nyomát. Én használtam az arcomat, megdolgoztam érte, hogy ilyen legyen. Elfogadtam, jóban vagyok vele. Az orrom fölötti kettős ráncot, meg az ajkam fölöttieket, azokat radíroznám csak le. Persze addig nem jutok, hogy plasztikáztassak, Isten őriz, csak rajtuk nem merengek el szívesen. A szemem ragyogása se a régi már, de hiába a sok kínlódás, a sok éjszakai sírás, a dioptriák cukoráltali növekedése, a huncutság egy régi sugara még mindig ide vonzza a tekinteteket. Az alattad dagadó zacskók, azok viszont régóta duzzadoznak. Ha ki tudnám aludni magam, akkor lelappadtak. Este voltam mindig a legszebb. Hiába, a pálya megkövetelte a magáét. Más reggel üde, kisimult képű, én este virágzottam, mint a tök. Hát ennyi a helyzetjelentés 2010. január 1-én. Ez a fáradtság, ez most éppen nálad is aktuális, kicsi fiam, mert ugye mondtuk, hogy itt van a jelen pillanatban az, hogy nincsen társulati munka, de azért itt van a zene, de mindig próbálkozunk, illetve próbálkozik valamivel, és ma éjszaka is például dolgoztál. Igen, ma éjszaka is reggel 7-ig forgattam egy Netflix-es sorozatban, Terra Vision nemzeti sorozatban. És úgy volt, hogy 3-4 óra lesz az egész, és végül 16 óráig kellett ott legyünk és ott forgassunk, úgyhogy egy kicsit azért vagyok valószínűleg fáradt, de nagyon jó hallgatni Kamillát, mert hihetlenül fellom. Én annyit mondjál még el, Zsoltikám, hogy ahogy a Kamillánál is megkérdeztem, az, hogy a tanítás, az, hogy neked is, hogy mik azok, amit most elképzelsz az elkövetkezendő pár hónapban, azért azt meg kéne valósítani, mert tudom, hogy neked is van ilyen határidő naplód, vagy az okostelefonodban bele vannak írva időpontok, és vannak tervek, hogy ezt most feltétlenül el kell érnem, meg kell valósítanom, kell, hogy legyen. Tehát a célek, a célok, a célkitűzések, azok borzasztó fontosak mindannyiunk életében. Itt ülnek azoknak is, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy elég, megfáradtam, elfáradtam, abba hagyom, most erre hivatkozom, arra hivatkozom, mert itt fáj, mert ott fáj, mert jött a Covid, hanem én úgy gondolom, mint magam is egy példa vagyok erre, mert ugye én sem vagyok egészséges, nekem egy mozgáskorlátozott problémám jött néhány évvel ezelőtt, tehát ez sem volt mindig, de én soha nem adtam fel, és mindig pozitívan gondolkodom, és ezt próbálom átadni a két fiamnak is. Én szegény édesanyám kárára borzasztóan individualista ember vagyok, tehát nagyon szeretek álmodozni, amiket így vagy úgy, de mindig megpróbálok elérni. És most elég sok tervem van. Először is csak a Crest, szeretnék motorozni. Nagyon szeretnék motorozni. Hozz kell egy drága motor, ez sajnos, igen, együtt van. A másik pedig az, hogy nagyon hiszek a tanító jellegében a színháznak. Tehát régen, nagyon régen volt fontos, hogy a színház tanítson. Manapság azért megy el egy ember színházba, kikapcsolódjon, hogy kicsit kiszakadjon a mindennapokból.
És én nagyon szeretem azt a fajta színázat, ami tényleg nevel, vagy tanít, vagy felhívja a figyelmet a problémákra. Brecht csinálta sokszor azt, hogy nem belehelyezte az embereket a cselekménybe, hogy nézzék és lássák valamit, hanem hogy szembeállította őket. Hogy én is aktuális problémákkal foglalkozzon a színházni, például most a koronavírus, vagy a politikai dolgok, vagy a társadalmi dolgok, és igen, ezeken keresztül szerintem csak a színházon keresztül lehet úgy igazán mérehatóan emberekben nyomot hagyni, és érdemes nyomot hagyni. Úgyhogy most ezen is gondolkodom majd, hogy egy pár ilyen, egy-két szereplős darabot megcsinálni. Édesanyám írt is egy darabot, és azt szeretnénk majd bemutatni. Úgyhogy vannak bűn, vannak tervek, szerencsé, hogy ilyenek örülök. Ez így van, én is reménykedem benne, hogy egyébként tényleg ez így van, hogy amikor az ember otthon ül, hát mondjuk engem sokan megkérdeztek, hogy érintett, és engem ez borzasztóan érdekel mindenkinél, de hát a Kamilánál is látjuk, hogy mennyire termékeny időszak volt, meg a fiamnál a zene szempontjából, nálam is ez volt, hogy bírtad ki ezeket az elmúlt hónapokat. Mondtam, én eleve otthon ülök, tehát engem ez olyan rettenetesen nem érintett és nem keserített el, de tényleg én írtam egy-egy felvonásos színdarabot, és ami kimondottan a bezártságról, illetve hát a pandémia hatásáról szól, és most jelen pillanatban azt szervezzük, igen, hogy a három fiatal színművészel, Takács Mátéval, aki a Takács Tamás hírezenésznek a fia, és ő maga is remek színművész és énekes, és aki a zenekarában, a Jevóban együtt szerepel a Zsoltival, és még egy fiatal színművészel, Romány Eszterrel, hármójukkal, úgy néz ki, hogy ez most a holnapi nap, ezért ilyen aktuális ez nálunk, mert holnap délelőtt lesz az olvasópróba ebből a darabból, és én megpróbálom ezt most menedzselni, és ha eljutunk oda, lehet, hogy ideig hozzátok is elhozzuk. Igen, mert semmi más nem kell, mint egy papír, mert ez egy sekrestyében játszódik, tehát kell egy térdeplő, kisasztal, hárószék, és azon kívül semmi más, a többi már csak maga a szöveg. Na, szerintem mi nagyon jól érezzük magunkat, és mi remekül beszélgetünk, úgyhogy de szerintem a közönségnek is, meg a televízió nézőknek is körülbelül ennyi a figyelő képessége, hogy lehet, hogy nem szabadna húzni tovább ezt a műsort, de azért én mindenképpen szeretném, hogyha így közösen ti ketten úgy zárnátok ezt a műsort, ezt a beszélgetést, hogy ez egy ilyen közös produkció lenne, amivel itt elbúszom. Még a Kamilla hagy mondja valami. Ja, a Kamillának van még egy, így van Kamilla. Igen. Van. Egy verset. Van egy vers. Van még egy vers. Azért kezdtem el itt jajgatni, mert jó, van még egy vers. Még úgy megmutattam, mert most csak a vidorabb részemet mutattam, és azért jó, van nekem gomolyabb is. És jó. Erről tényleg nem beszélek, mert remélem, hogy magáért beszél. Jó, csak annyit mondok, hogy volt olyan hónap, amikor egyetlen egy hónap lejárta alatt három földrészen jártam. Tehát az azt jelenti, hogy a jetlag megőríti az ember, tehát az időben azt se tudja, hogy most éppen hol van. És tudom, hogy Dél-Afrikából jöttem, átmentem, nem tudom, talán Észak-Amerikában is, az biztos, hogy Finnországban kötöttem ki, és Finnországban a szállodában éjszaka, persze, hogy nem tudtam aludni, és egyfolytában az járt a fejembe, hogy jó Istenem, ha ez a sok csodálatos ember, mert én az a generáció vagyok, aki azt tanultam, hogy 1956-ban megnyíltak a börtönök, kimentek a börtöntöltelékek, stb. Én írókat, költőket, festőket, csodálatos, magyar, igazi, csodálatos emberekkel, világító fáklyák, olyan emberekkel ismerkedtem meg, többek között Zsaszló Rándal is. Így van. Már, de ő rajta kívül, még amikor Faludi György nem jött haza, akkor ő vele Kanadában, és Vas Alberttel Floridában. Úgyhogy ezeknek az embereknek a közelében, hát azt gondoltam, hogy édes jó Istenem, ha mind itt lehetnénk a Kárpátok karjába, de gyönyörű lenne. És ebből lett tulajdonképpen egy ima. Fölfeszítve a földgömbre,
miért hagyod őt, uram? Lábait le Dél-Afrikába miért szögezted, uram? Glóriás fejét Kanadától Panamáig hajtja le, uram. Szemetükre Finnország ezer tava, uram. Szíve, mája, lépe, tüdeje, Cleveland, Argentina, uram. Térdek alácsa valahol Chilében remeg, uram. Két keze szétfeszítve Bretagne-tól Shanghaiig, uram. Hegyláncok vésődnek az ütőerek közé, uram. Szemében az óceánok sós könnye, uram. Tengernyi a szenvedése, mert atomjaira hullott. Uram, homloknyi, tenyérnyi népe maradt a Kárpátok karijában, uram. Ki minden porcikáját meg akarja látogatni, arra egy ember élet nem elég, uram. De mégis él, mégis lélegzik mind a 15 millió sejt, uram. Add, hogy ne kopjon el. Ne fogjon el népe Krisztusának teste, uram. Sebeit begyógyítani, fertőtleníteni, engedd krónikásaimat, uram. Járják tovább, mi már nekem nem adatik meg, hogy ők folytassák, uram. Engedd, hogy higgyem. Nem volt véletlen, hogy szent gitárom megmaradt, s hogy addig építsem iskolámat, míg a szívem megszakad. Add, hogy legyen erőm szolgálni még a népek Krisztusát, uram, hogy dalunk fénye fussa körbe a nagy magyar éjszakát. Nyújts vígaszt a szenvedőknek, biztonságot a kétkedőknek, hogy a népek Krisztusa még egyszer önmagára talál. Összép húzódnak sejtjei, határok szabdalta sebei, s ne bántson senkit azzal, hogy magyar. És akkor legyen egy olyan ország, amit, ahol mindenkit szívesen fogadnak, egy olyan ország, ahol mindenkit átölelnek, egy olyan ország, amit sosem rontanak el. Most viszont hangulat, bocsánat. Mert ugye az 50 fok hőmérséklet különbség, az ajtótól idáig jövök. De már egy szintet, ez tényleg kuriózum. Hát addig is én megköszönöm önöknek a figyelmet, és azt, hogy eljöttek, és a televízió nézőknek, és hogy részesei ennek a mai beszélgetésnek, és elköszönök a többiek nevében is, tehát Dévai Nagy Kamilla érdemes művészt látták, Sipos Egyi Zsoltot színművészt, és a szerkesztő műsorvezető moderátor volt Linka Ágnes. Teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig miért, s nevettük Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, Thank you.
világ, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Az ember majdnem mindent lát, szobámban ott a nagy világ, a fáradt gyermek mit sem ér, egy kőre hajtja kis fejét. Az arca szép, az álma jó, nem kelti fel már ágyú szó, csak egy hang szól, halk és fáradt, sosem rúgunk.